És lőn, költözködés. Nekem mindig korán szól a bekker, örökös restanciában vagyok az alvással, kedves férjem szerint már a születésem óta. De azon a reggelen alig vártam, hogy megszólaljon, annyira fel akartam kelni. Látni akartam az új lakást. Végre csörgött, a gyerekek elmentek az iskolába. Gamberini pedig elkérezkedett az irodából, hogy személyesen vihessen el a bestián az új lakásba. Nem, mintha annyira kiesne, hajtogatta, s idegesen lavírozott a tekervényes, falusias kis utcákon, akár gyalog is jöhettél volna, bár a te tájékozódási képességeddel a Dario Papa utca helyett talán Finnországban kötnél ki nekem. Hát, Finnországig nem mentünk, de majdnem. Új lakásunk székhelye, Dario Papa utca, nincs éppen a belvárosban. Viszont Finnország, akarom mondani, a külváros, nekem tetszik, ezért semmiféle kifogást nem emeltem. Ami a lakást illeti, október végére, vagyis 2 hét múlva kell készen lennie. Ahogy elnéző az ember, nem gondolná. Nekem nem annyira lakásnak, mint inkább gerendák, lúcok, téglák, munkások, hullóvakolat kuszerengetegének tűnik, de Gamberini szerint ez csak az én benyomásom, s csalóka, mint mindig. Az állványerdő a vakolat semmit se jelent, csupán az utolsó simításokról van szó, s 2 hét, de ha nagyon akarnánk, 2 nap alatt mindent rendbe lehetne tenni. Közben detőtől talpig messzesen, nagy léptekkel járkál egyik helyiségből a másikba, helyesebben egyik téglarakástól a másikig, s úgy vonszol maga után, mint egy csomagot, és csöndre int, holott meg sem ukkanok. Ne akadékoskodj, hajtogatja idegesen. Most ne kezdj el kötegedni. Nem kötekedem, csak úgy látom. Nem érdekli, mit látok. Egy hozzá nem értő hülyeségei. Hallgatok tehát, és ráhagyok mindent. Ő az építési szakértő. Nem tudom, az önök férjének is megvan-e ez a sajátos tulajdonsága, hogy épp abban tudós, amit pillanatnyilag csinál, mond vagy intéz. Ha utazik, akkor utazási szakértő, ha síjjel, síbajnok, ha jazz hallgat, jazz tudós, ha női kalapot vesznek, kalapszakértő. Ha épülő lakást nézd meg, akkor nyilvánvalóan építési szakértő. Az én véleményem legfőjebb vicc vagy kötekedés számba mehet az alkalomtól függően. Ezért habozva és félénken kérdezem meg. És a kert? Hol a kert? Mi az, vak is vagy? Mutat a külső állványerdő mögé egy hatalmasan feketélő lyukra, amelyben óriási földhányás és szeméthegy magasodik. Ott a kertni! Elég nagy lesz a drága látos kis állataidnak? Nagynak éppenséggel nagy. Nagy szemérnom, de talán nem értek a kertekhez, ebben is ő a tudós. Nem kéne lennie itt egy cseresznyefának? Bátorkodom megkérdezni, persze, a kellő óvatossággal. De, itt is van, válaszol gorombán. Minden kérdésemet személyes sértésnek veszi. Ott van, na, nem látod? A szeméthegyeken túl egy fabódé áll, amilyenekben a szerszámokat szokták tartani a munkások, s a bódén túl 2-3 száraz öreg ág meredezik. A cseresznyefa. A szanmametei cseresznyefák valahogy mások, de talán a cseresznyefákhoz se értek. Miért azt akarod, hogy virágozzon is? Méltatlankodik. Nem, mentegetőzöm. Szép cseresznyefa! Ó, de szép! Utálkozó pillantást vet rám. Na, gyerünk! Indul el. Már elég sok hülyeséget mondtál már. Először meg akartam sértődni, aztán lemondtam róla. Ahhoz is el voltam keseredve, hogy megsértődjem. Amikor beszálltam a bestiába, még egy pillantást vetettem az állványerdőbe temetett lakásra, és 2 hét múlva itt fogunk lakni. Komolyan október végét mondtál? Kérdeztem elgyöngülten. Nem én mondtam, tört ki. Az építész mondta. Annyi talán elismersz, hogy ő jobban ért hozzá, mint te, nem, de bár? Persze, válaszoltam. Csak azt mondom. Nem engedte, hogy folytassam. Úgy vitt haza, mint egy büntetésben lévő iskoláslányt. Állandóan kiabált velem, kibírhatatlan kötekedőnek és ünneprontónak nevezett. Azon kívül, hogy nem értek az építkezéshez.
Egyébként, mielőtt bement a hivatalba, még közölte, hogy pusztán túlzott óvatosságból és a nagyobb kényelem kedvéért október vége helyett november elejére is kitűzhetjük a költözködést. De csak azért, hogy a kedvemre teljen és megnyugodjam. Úgy kell venni ezeket a feleségeket, amilyenek, olvashattam a villanyújságján. November eleje. Megfelel? Érdeklődött türelmes hangon. Igen, mondtam hálás köszönettel. Csak hogy a lakás november elejére se készült el, és november közepére se, és november végére se, és december közepére se. Minden közben jött, ami egy ilyen lakásfelújításkor csak közben jöhet. A mérnök veszekszik a technikussal, a technikus veszekszik a kőműves mesterrel, a kőműves mester veszekszik a munkásokkal. Sztrájk, késedelmesen érkező anyag, hibás anyag, visszaküldött anyag, a városháza késedelmes engedélyei, félbehagyott munkák, rosszul végzett, omladozó, málladozó munkák, s amikor már igazán azt hittük, hogy semmi se jöhet közbe, a mester felborult a motorjával, s mindkét lábát eltörte. Mit ér a mester, összetört tester, kántálta ez alkalommal a kicsi, mire az atya idegességében lekent neki egy pofont. Elvileg természetesen nekem szánta, hiszen minden bajnak én vagyok az oka, a mester lábtörését is beleértve. Az önök gyerekei sose kaptak elvileg az anyjuknak vagy apjuknak szánt pofonokat? Mert a miénk igen, nem sértődnek meg, hozzászoktak már. Ne kalandozzunk el! Utat tudtam, hogy minden, de minden áldott alkalommal, amikor oda mentünk megnézni, hogy halad az új lakás, vagyis naponta, de gyakran napjában kétszer, mindig valami új, előre nem látott és nem látható nehézség fogadott bennünket, ami késleltette a munkálatokat, és ennek következtében a költözködést. És Gamberini minden, de minden áldott alkalommal engem hibáztatott, mert hogy én kötekedő alak vagyok, ami az építészt illeti, ő Viszmajort emlegetett, és nem izgatta magát. Mi annál jobban? Nekünk sietős volt. Nem bírtuk már a régi lakásban. Önök most azt mondják, hogy kibírtunk 20 évet, simán elviselhetünk még néhány hónapot. Igen ám, csak hogy az állatok száma annyira megnövekedett, hogy a lakásban csak nem lehetetlenné vált a közlekedés, és a régi házőrnek is felmondunk, de ezen kívül is volt még egy fontos pszichológiai tényező, amit tekintetbe kell venni. Azelőtt, mikor úgy tudtuk, hogy mindenképpen ki kell bírnunk a régi lakásban, állandóan azon törtük a fejünket, hogyan tehetnénk valamivel szebbé, nagyobbá és kényelmesebbé, s nagyon sok szeretettel és fantáziával próbáltuk nagyobbá és kényelmesebbé tenni. Most viszont, tudván, hogy elköltözünk, minden találékonyságunkat és energiánkat az új lakásba fektettük. Összes szabad és nem szabad időnkben az alaprajzot tanulmányoztuk. Berajzoltuk a bútorok helyét, majd kiradíroztuk, és átrajzoltuk, vitatkoztunk, ábrándoztunk, s a régi lakásban legfeljebb róza söprögetett. Egyébként minden ebe karmincadjára jutott. Ehhez számítsák hozzá azt a tényt, hogy tekintettel az állandóan küszöbön álló költözésre, amilyen bölcs és előrelátó vagyok, már október közepén elkezdtem csomagolni. Előkészítettem a ládákat, bepakoltam a tányérokat, vagyis gyakorlatilag 2 hónapig ilyen-olyan edényből ettünk, szedetvetett ruhákban jártunk, kölcsönlábosban főztünk, tekintettel, hogy minden egyebünk ládánk mélyen pihent. Jó lenne tudni, mi melyikben. A ládák elfoglalták a rendelkezésre álló, amúgy is szűk teret. Annyi helyünk maradt csak, hogy fél lábbal átfurakodjunk a réseken, a szekrények, könyvespolcok, fiókok, s más egyebek viszont szállításra készen, üresen tátongtak. Látják, milyen előnyökkel jár, ha előrelátó az ember. Ehhez számítsák hozzá még azt a tényt, hogy az állandó késés és halogatás miatt elvesztegetett időt úgy akartuk behozni, hogy jó részt előre megvettünk mindent, amire az új lakásban szükség lesz. Gamberinivel minden szabad pillanatunkban a boltokat jártuk. Korlátlan fantáziával, és igencsak korlátozott anyagi eszközökkel. Nézegettünk, tárgyaltunk, válogattunk, szerencsére nagy veszekedések közepette. Azért mondom, hogy szerencsére, mert ha mindig mindenben egyetértünk, sokkal több holmit veszünk, mint amennyi az új lakásba belefér, s főleg, mint amennyit az új lakbér mellett megengedhetünk magunknak. A veszekedés felelőtlen házaspárok számára bizonyos esetekben áldás. Például.
Júj, de szép lámpa! Állok meg egy kirakat előtt. Melyik az a kék rondaság a sarokban? Megőrültél? Mit akarsz? Gyászvilágítást? Az a másik az igen, a szép lámpa. Mutat egy sárga rondaságra. Ebből minden gyönyörű, amit ő lát meg, akkor is, ha ronda, és minden ronda, amit én látok meg, akkor is, ha gyönyörű. Ha az ember magáévá teszi ezt az elvet, nem kell hozzá sok, hogy rábírja a másikat, vegye meg például a kék lámpát. Értik, ugye? Egyszerűen csak azt kell mondania. Hú, de ronda az a kék lámpa. Az a sárga viszont gyönyörű. Ám azt is beláthatják, az ilyen finom pszichológiai játékhoz nagy önuralom, szüntelen készenlét és velünk született hazudozási hajlam szükségeltetik. Három dolog, ami bennem nincs meg. Ha én meglátok valami szépet, felújongok, sőt, egészen bezsongok, mint Pop mondaná, és elfolythatatlanul tör ki belőlem az örömkiáltás. És hiába szemelte ki ő is ugyanazt a valamit, az én újongásom után háztartási koreográfiáink szerint kénytelen rondának minősíteni, minek utána nem vesszük meg. Amint említettem, épp a bonyolult házasság lélektan, avagy az örök ellenzékiség mentett meg az anyagi csőttől. Valamint attól, hogy az utcára kerüljünk. De pszichológiától és anyagi romlástól eltekintve is tudjuk, mit jelent egy lakáscsere. Rengeteg a tennivaló. Különösen, ha a régi bútor zöme romjaiba van, s el kell küldeni Szanmametébe, összes kimustrált holmink menedékhelyére. De ha bármit kidobnánk, az olyan lenne, mintha öreg embereket pusztítanánk el. És különösen, ha az új lakás körülbelül kétszer akkora, mint a régi. Nézeteltéréseink automatikus fékező hatása ellenére egy csomó dolgot vettünk. És mivel nem csak a nézeteink térnek el, és nem csak a takarékossághoz nem értünk, hanem időérzékünk sincs, az a helyzet állt elő, hogy hosszú-hosszú hónapokon át a következőt tároltuk otthonunkban. Két étkezőasztalt egymáson. Pop javaslatát, miszerint a felső új asztalon együnk, és a régiekre tett új székeken egyensúlyozzunk, a többség elvetette, és az alul lévő régi kerekasztalon ettünk, a fölött álló szögletes új pedig múmiaszerűen betekerve baldahinul szolgált. 12 ágyat részben fölállítva, részben egymásra fektetve. Ezeken Giacinto nevű kismacskánk végezte a kis dolgát. Három magányos matracot, mert a többi a kárpitosnál volt, hogy az új ágyak méretére igazítsa őket, két tévét egymással szembefordítva, négy könyves polcot libasorban, hat íróasztalt egymásra merőlegesen, hogy a megszámlálhatatlan székről ne is beszéljek. Mindehhez tegyék hozzá egy bao könyörtelen farkát és bú hisztériás félelmét minden új bútortól. Kettő. Nem csak Giacinto, hanem mind a négy macska hajlamát arra, hogy bármilyen papírba csomagolt tárgyat megtiszteljen, és bármilyen új felületen kipróbálja a körmeit. Akár kárpitozott, akár csiszolt. Három. Az én dühött méricskéréseimet. Centiméterrel a kezemben töltöttem a napokat, s a méreteket följegyeztem, de a papírt nyomán is vesztettem. Négy. A nagy dühött tanulását, gyakran fennhangon. Úgy tanul, mint aki iszik, ugyanis felejteni akar, s jaj annak, aki megzavarja, vagy feltartja. 5. Róza lelki és szakszervezeti vonatkozású sírálmait. Nagy csasszony, ha még egyányjön, én elmenek. 6. A kicsi szadisztikoszeráfi fejtörő játékait. Tudjátok, mit csinál a mama, ha szombaton se költözünk? A. Melegebb éghajlatra távizik, B. Hindunak öltözik, C. Újra leméri az asztalt. Már a pontos válasz egyértelműen a harmadik, megfordult a fejemben, hogy legszívesebben melegebb éghajlatra költöznék, és akár Hindunak is öltöznék. 7. Hopp egyelőre kölcsön szakszofonját. Ez a legfrissebb mániája, a szakszofon. Sokkal hatásosabb, mint a fizika, legalábbis akusztikai szempontból. A szakszofon leckéket házon kívül veszi, de gyakorolnia otthon kell. Hol szolfést? 1, 2, 3, 4. Hol a tutulást? A tutulás, ha valaki nem tudná, olyan hang, amit az ember a szájával ad ki, hogy megszólaltassa a szakszofont. Tutulnia vagy dudulni kell. Öreg hiba, ha valaki kokol, az ilyen sose tanul meg szakszofonozni.
Ez drágalátos fiacskánk oktató hangon magyarázta el az első lecke után. Három vagy négy lecke után, hála természetes adottságainak, már megtanult tutulni. A negyedik vagy ötödik után egy dallamot is el tudott már játszani. Iskolai elfoglaltsága után fennmaradó idejében, rengeteg maradt fenn, letelepszik egy ládára, fejét a falnak támasztja, és üdvözült arccal eljátsza a dallamát. Mint amikor a hajó elindul San Mametéből, mondta a kicsi először. Mint amikor rakománya is van, állapította meg néhány nap múlva. Mint amikor szombaton a kapitány leissza magát, jegyezte meg két hét múlva. Figyelemre méltóan halad, mint látják. Csak az a bőkkenő, hogy egy normális lakásban talán kisebb akadályt jelent egy hajó, de egy háromszobás, százládás lakásban fölöttém nehéz a navigálás. Arról nem szólva, hogy a kutyáknak nyilván nincs zenei érzékük, mert amint meghallják a hajót, akarom mondani a dallamot, úgy ugatnak, mintha a végítélet harsonája szólalna meg, és arról se szólva, hogy a szomszéd, egy érzékeny idegzetű asszony minden dallamra ököllel veri a közös falat. Szerencsére az új lakásban nem lesz közös falunk senkivel, legfeljebb a mennyezetet, de ez az agályom még nem aktuális. Még a régi lakásban lakunk, ahol a zűrzavarban a szakszofon az ökölcsapkodás közepette napról napra tarthatatlanabb a helyzet. Mindehhez még számítsák hozzá, hogy Gamberini egy percig se tud veszteg maradni, mely tulajdonságát pillanatnyilag nagyfokú szellemi nyughatatlanság is súlyosbítja. Szédületes ingajáratot bonyolít le a lakások, a szobák, a becsomagolt ládák közt, de a hozzátartozó edény, lábszár és idegroncsolásról se feledkezzenek meg, s mivel természetesen mindennek én vagyok az oka, ne feledkezzenek meg a következményről, a keze ügyébe eső gyerekeknek kiosztott pofonok sorozatáról sem. Ha mindezt összeadják, lesz valami halvány fogalmuk a régi lakásban töltött utolsó heteimről. Alig vártam, hogy kint legyünk már. Ebből a lehetetlen, ronda, öreg, roskatag lakásból torkig vagyok vele. És ahogy múlt az idő, egyre inkább az volt az érzésem, hogy sose lesz kész az új lakás, örökkét kell majd élnem a ládák, égnek álló ágyak, a libasorban várakozó könyvespolcok közt, és sosem érem meg a költözködés napját. Megértem. December 22-én. Nem mintha elkészült volna a lakás, máig sincs kész. De a mérnök, a technikus, a mesters, persze Gamberini is azt hajtogatták, hogy csak a végső simítások hiányoznak. Azok a bizonyos végső simítások, tudják, ugye? Egyébként már annyira elegem volt az egészből, hogy nem is tiltakoztam. A költözködésnek meg kell lennie? Hát, legyen. Ha azt mondanám, amit a feleségek többsége ilyen esetekben, mindent egyedül csináltam, hát nagyot hazudnék. A férjem csinált mindent, vagy majdnem mindent, és ez egyszer komolyan beszélek. Nehéz helyzetekben Gamberini fáradhatatlan, és minden tudó koordinátornak bizonyul, nem is tudom, mihez kezdenék nélküle. A gyerekek iskolában voltak, a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon, és azt az utasítást kapták, hogy az iskolából egyenesen az új lakásba menjenek, ebédre mi is ott leszünk. Tehát, legalábbis az első szakaszban, nem számíthattunk a gyerekek segítségére. Ami Rózát illetőt túlságosan lefoglalta az izomemberek szemlélgetése, sem hogy a legparányébb, a legelenyészőbb hasznát lehetett volna venni. De Gamberini 4, sőt, mondhatnám 12, vagy talán 36 emberejed dolgozott. Akár a szélvész, egy konstruktív szélvész. Később ugyan konfúzus szélvész, ha nagyon pontosak akarunk lenni. Ide-oda rohangált a bestiával, fölpakolt, lerakodott, döntött, irányította munkásokat, magyarázott utasításokat és útbaigazításokat adott, egy szóval mindenhol ott volt a szeme, s mindent rekordidő alatt intézett el. Képtelenség volt lépést tartani vele. Csupán futó pillanatokra jelent meg karjában az értékesebb dolgokkal, mint a pelusokkal, a levelezésemmel, hopp szakszofonjával, a nagy rajzaival, meg hasonlókkal, s már is eltűnt, csak egy sor utasítás maradt utána. Az én hatékonyságom, be kell vallanom, a nullával volt egyenlő. Én tovább bókáztam a pórázra kötött állatok tucatjával.
Talán az előző hetekben feldült fáradtság, talán az izmaikhoz illően erőteljes szavakkal dobálózó emberek jövése menése zavarta meg az eszemet, már másképp, mint Rózájét. De mindenek előtt a riadság, a hitetlenkedés. Költözünk, csak ugyan költözünk, a mi bútoraink mennek ki innen, ezek a mi ládáink, én pakoltam be őket. A régi szobák méterről méterre ürültek ki. Ott maradtak a padlón a tintafoltok, a falon a firkálmányok. A nappali minden fuvallatra kipattanni kész, lázadó szellemű ablakai, a repedések a mi szobánk mennyezetén. Éjszakai vitáink meghitt ismerősei, csukott szemmel is le tudnám rajzolni őket. A padlón, gamberini oldalán cigaretta égés nyomai, a falon első novellám kinyomtatott címe és első oldala, a törött világtartók a navillióra néző kiserkélyen. Mennyi-mennyi apró nyom, melyek csak nekünk ismerősek, életünk 20 éve marad itt. Istenem, gondoltam, s lehúnytam a szemem, nem akarok elmenni. A jobbik énünk itt marad. A költözködés szomorú csöndjén és porrétegén át úgy nézett rám üres falaival a régi lakás, hogy alig volt bátorságom elbúcsúzni tőle. Isten veled, csúnya, kényelmetlen, elnyűlt régi lakás! Mostoba dolog, ha az ember nekiáll sírni homlokával az ajtóférfának dőlve egy üres erkélyen, 6 állattal egy pórázon. Csak akkor vettem észre, hogy mellettem áll, amikor kezét a kezembe fűzte. Látta, hogy sírok, de nem kiabált velem. Mindjárt elmúlik, mondtam, de nem fordultam feléje. Igen, szelíd volt a hangja, talán ő is a búcsúzkodó lakást hallgatta. Csak 4 fal, mondta halkan, mintha önmagát akarná meggyőzni. Gyere, menjünk csupa csont. Kifújtam az orrom, s utoljára néztem le az öreg kis erkélyről. Soha ilyen szomorúnak, elnézőnek, szívfájdítóan közelének nem éreztem ezt a piszkos, repedezett csatornát. Mennyi mindent tud rólunk, amit soha senkinek nem fog elmondani, s most talán ő is búcsúzik tőlünk. Különben le fogják fedni, mondta mellettem gamberini nyersen, úgy se látnánk. Igen, lefedik a navilliót. Talán a házat is lemondják. De a lelkük valahol tovább él, ugye? Önök is így gondolják, nem? Megint kifújtam az orrom. Gyerünk, mondtam. A régi ház nézte, amint kéz a kézben elmegyünk. S hátra se fordulunk. Thank you.